Április 27-e a vakvezető kutyák világnapja, hazánkban 60 ezer látássérült és 20 ezer vakember él, de mindössze 200 vakvezető kutya van szolgálatban. Közülük 84-et a Miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola képzett ki, vendégeink pedig Királyné Barkóczi Emese, a Baráthegyi Vakvezető és Segítőiskola Alapítvány képviseletében, és Károly Antóniát, aki pedig egy ilyen kiképzett kutyusnak a tulajdonosa, szerintem barátja is, és hűtársa, hiszen az élet rögös útjain nagyon-nagyon sok esetben gondolom, hogy ott van melletted és segít, de erről hamarosan majd a részletekről is beszélgetünk. Egy kicsit először, Emese, talán ha mesélnél arról, hogy mekkora nagy feladat egy ilyen pici kutyát, mint Morze, akit itt a nézők látnak, aki mindössze 9 hetes, kiképezni egy olyan komoly kutyává, hogy valóban egy vakember életének mindennapjait segítse. A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolánál mi azért dolgozunk, hogy a minél több látássérült embertársunknak tudjunk vakvezető kutyust képezni. Morze, ő 9 hetes, ő az egyik önkéntes kölyöknevelőnknél, illetve kliensünknél született. 10 testvér, vagyis összesen 10 volt a 9 testvérével együtt, és az ő kis pályafutásuk úgy indul, hogy ugye egy szeretetteljes családba megszületnek, családi légkörbe, utána elkerülnek önkéntes kölyöknevelő családokba, bárki lehet önkéntes kölyöknevelő, és olyan 1-1,5 éves korukig vannak a családoknál. Nagyon sokat találkozunk velük, rendszeres kölyök találkozóink vannak, illetve van kölyöknevelő koordinátorunk, aki foglalkozik a kiskutyákkal, illetve egyengeti az ő kis útjukat, és ezután bekerülnek a kiképzésbe olyan 1 éves koruk után, átesnek egészségügyi szűrésen, utána vakvezető kutya kiképzőknél ugyanúgy házba. Tehát minden kiképző hazaviszi a kutyust, ugyanúgy háznál vannak, és elkezdődik a szakmai résznek az elsajátítása magának a vakvezető munkának, és amikor úgy gondoljuk, hogy a kutya elég érett arra, hogy önállóan és biztonságosan tud mondjuk engem, mint kiképzőt lefedve vezetni, akkor a hozzánk beadott igénylések alapján megpróbáljuk az adott kutyusnak leginkább megfelelő klienst, illetve a kliens igényeinek leginkább megfelelő kutyust kiválasztani. Ők találkoznak, és akkor megkezdődik a közös gyakorlás. Anni és Iram is most egy ilyen átadó folyamat részesei, jelenleg gyakorol az Irammal, és készülnek arra, hogy önállóan is tudjanak közlekedni, hogy össze kell, hogy szokjanak. Ha ez sikerül, és minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor egy közlekedésbiztonsági vizsgával ők megkoronázzák ezt a tudást, és akkor lesz hivatalosan is vakvezető kutyus az Iramból, illetve akkor lesz nekünk egy vakvezető kutyás páros. Akkor én úgy tudtam, hogy már nagyon összeszokott párosnak tűntök, tehát ez azt gondolom, hogy már jó jel. Mióta vágytál, vagy mióta szerettél volna egy ilyen kutyust? Nekem Iram a második kutyusom. Ő egy kicsit határozottabban és gyorsabban közlekedik, mint az első kutyus, úgyhogy vele azért sokkal tempósabban tudunk haladni, és határozottabban tudunk utazgatni, rengeteget mozgok az országban. Úgyhogy nekem nagyon nagy segítség az, hogy egy ilyen határozott karakteres kutyus lesz mellettem. Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ilyen esetben mondjuk egy-két nap alatt megszületik az összhang, és elfogad a kutya? Szimpátia történik azonnal. Azt gondolom, hogy egy ilyen egészséges szerelem első látása, az történik talán. És ahogy elkezdünk együtt gyakorolni, és ahogy megtanuljuk megérteni, hogy a másik hogyan kommunikál, úgy ez a szeretet és ez a szimpátia, ez egyre inkább elmélyül, és ez segít minket ahhoz, hogy a későbbiekben nagyon gördülékenyen menjen mind a közös munka, mind a közös együttélés. Ugye most már hál' Istennek nagyon sok érzékenyítő
foglalkozás van gyerekek számára is, és sokszor el tudják képzelni, hogy milyen nehéz lehet egy látássérült ember számára akár egy hétköznapi szituáció is. Például a vakvezető kutyusok azt hiszem, hogy szinte mindenkiben szimpátiát ébresztenek, kedvesek, elfogadóak, és ezáltal a gyerekek vagy a felnőttek számára is elfogadhatóbbá válik az, hogy nem vagyunk egyformák. Ani, mik azok a nagyon-nagyon különleges helyzetek, amiben mondjuk, ha nem is iram, de az előző kutyusot tudott segíteni, amit nekünk esetleg látóknak nehéz elképzelni, hogy ilyen esetben is ott van egy kutyus és segíteni képes. Hát ők ugye alapvetően arra vannak képezve, hogy elsősorban objektumokat keressenek nekünk. Ez azt jelenti, hogy lépcsőt, megállót, ajtót, zebrát, füvet, kukát, mikor, mit keressenek és mutogassanak nekünk. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőleg a kutya felőli oldalon, ha valaki megpróbál odajönni és segíteni hozzánk, akkor ezt a kutya felőli oldalunkat mindig hagyja szabadon, mert mi a hámfogón és a pórázon keresztül kommunikálunk alapvetően egymással. Amikor ő megtorpan, megmozdul, a fejét jobbra-balra mozgatja, vagy bármilyen mozgást végez, akkor én a pórázon és a hámon keresztül érzem, hogy ő mire, hogyan reagál, és nekem ezek borzasztóan nagy segítség. Ezek alapján tudom észrevenni tulajdonképpen azt, hogyha ő egy táblát mutat nekem, ha liftet keres, ha mozgó lépcsőzik, vagy mozgó lépcsőt keres, vagy bármi hasonlót. Gyakorlatilag, hogyha valaki megkap egy kutyát, az élete végéig vele marad? Mármint a kutya élete végéig? Hát amíg dolgozhat, addig vele marad, igen. Gondolom, hogy nehéz elválni egy kutyustól, meg ahogy az elején mondta Demese, már maga az, hogy ő megszületik, aztán utána egy új családba kerül, aztán kiképzésre kerül, tehát mégis azért kialakulnak ezek a kötődések. Hány kutyus került már ki a ti kezeitek közül, illetve mondjuk mi nézők tudunk-e segíteni esetleg az alapítványnak abban, hogy azért több mint 200 kutya legyen Magyarországon? Körülbelül a 84 kutyus van, akit mi képeztünk, és ez a szám ez egyre nő, mert folyamatosan képzünk ki kutyusokat. Ugye ez egy teljesen természetes dolog, hogy a nyugdíjas kutyusaink helyére azokat a látássérült klienseinket, akiknek már adtunk kutyust, próbálunk minél hamarabb egy új kutyust adni, illetve rengeteg olyan új igénylünk van, aki még most szeretne kutyásodni, és akkor mi segítjük ezt a folyamatot. Az érzékenyítő programokon is nagyon jó, hogy ugye lehet velünk találkozni. Ott is ismerhetnek az emberek minket, illetve a kutyás párosainkat láthatják közlekedni. Nagyon nagyszerű emberek követnek minket, nagyon nagy lelkű támogatóink vannak, illetve az adó 1%-okba, hogyha gondolnak ránk, az nekünk mérhetetlenül nagy segítség, ugyanis a kutyusokat mi térítésmentesen adjuk át a gazdiknak. A kölyök nevelők önkéntes alapon nevelik ezeket a kis kutyákat. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy mikor egy-egy látássérült embertársunknak kutyust tudunk adni, vakvezető kutyust, az azt gondolom, hogy a támogatóinknak is a sikere, hiszen mindenki hozzátesz egy kicsit, ha nem anyagilag, akkor akár egy fuvar segítséggel, egy kutyusra vigyázással, egy közös sétával, minden egyes kicsi, ami felénk irányul, ez nagyon nagy segítség tud lenni, és nagyon-nagyon nagy örömmel fogadjuk. Hát lányok, köszönjük szépen, a kutyusok türelme egy kicsit, illetve úgy láttam, hogy Iram már bele is aludt, tehát ő már egy ilyen bölcs öregként nyugtázta, hogy jó helyen van, de Morze az még nagyon-nagyon menne, úgyhogy kívánunk nektek nagyon szép hétvégét. Köszönjük és szépen. Szeretetteli együttműködést, és reméljük, hogy a munkátok során tényleg nagyon sok kutyus kerül majd látássérült gazdihoz. Köszönjük szépen.